kávékóstolása során ezernyi kérdés vetődhet fel bennünk. Zsolt, mire kell figyelni ezen procedúra kapcsán? A kávékóstolásnak van egy objektív része, amit tulajdonképpen annyit akar, hogy értelmezzük és kielemezzük az adott kávé jellegzetességeit. Ez egy picit eltér a hedonisztikus fogyasztási szokástól, hiszen ott inkább az élvezeteken van a hangsúly. Én azt gondolom, hogy három fő szempont mentén lehet haladni. Az egyik egy vizuális értékelés, a második inkább a szaglószervi bírálat, és a legutolsó az maga a kóstolás, pontosabban az, hogy milyen ízeket érzünk az adott ételben. Melyek az alapvető aromajegyek, illetve ha valaki nem túlságosan képzett még e tekintetben, akkor hogyan érezheti ki? A kávé világában három nagy aromacsaládot különböztetünk meg. Kezdjük talán a leglágyabbtól, a legkönnyedebbtől. Ezek kifejezetten a gyümölcsös, virágos aromajegyek. Ilyenkor gyakorlatilag bármilyen gyümölcsre lehet gondolni, tényleg fontos nagyon az asszociáció. A második csoportok már sokkal kiegyensúlyozottabbak az aromák. Ilyenkor beszéltünk egy gabonás, egy kicsit ilyen kevésbé kesernyés, de már a kávénak a jellegzetességét hordozó, nyelvösszetapasztó ízérzetéről. Egy picit emlékeztetett minket például a malátára is. A harmadik kategória az pedig kifejezetten az intenzíven pörkölt, kicsit füstösebb, fűszeresebb, markánsabb ízeket rejti, akár egy dohánynak az íze is például eszünkbe juthat. Én azt gondolom, hogy kellő gyakorlással nagyon könnyen bárki mester lehet. Elképesztően színes és széles az aromaprofilok skálája, ez minek köszönhető, hogyan kell ezeket értelmezni? Ezek az aromák a kávénak a jellegzetes ízeit mutatják meg, amit nagyon nagy mértékben befolyásolja például a származási terület, de talán a legfontosabb tényező az mindig a pörkölés. Az igazi kihívás ott kezdődik, amikor különböző termőterületekről kapunk kávékat, és egyfajta receptúrát kell kitalálni. Ez pontosan azt jelenti, hogy mondjuk egy brazil és egy kolumbiai kávé keverékéből milyen ízkomplexitás fog születni, és ez azt gondolom, hogy egy igazán nagy kihívás a kávé szakértők részére. Beszéljünk most kicsit a misztikus kávékapszulák beltartalmáról. Hogyan kísérletezik ki ezeket a kávészakértők? A kávékapszulák esetében a legizgalmasabb rész az az, hogy egy nyersanyagból, tehát magából a zöld kávéból, hogyan fog egy kapszulában megjelenni az a kifejezetten kedvelt ízvilág. Ennek a legizgalmasabb része az maga a pörkölés, a keveréknek a kialakítása, de például az őrléssel is lehet befolyásolni azt, hogy végső soron mit kapunk majd a csészében. Hogyan őrizhető meg a kávé frissessége? A frissesség valóban egy fontos tényező, hiszen a kávé legnagyobb ellensége az oxigén. Ezért a kapszula technológiát úgy alakították ki, hogy a pörkölés követően egy légmentes környezetbe őrlik meg magát a kávét, és úgy zárják le hermetikusan a kapszulákba. Ez tulajdonképpen a lefőzés pillanatában fogja a leggazdagabb és a legintenzívebb aromákat eredményezni. Hogyan lehet azt kiküszöbölni, hogy a kávé az alumínium kapszulával érintkezzen? A kapszulák belső részében van egy láthatatlan élelmiszervédő fólia, ez tulajdonképpen megátolja a kávé és az alumínium közvetlen kapcsolatát. Így azonban, hogy alumíniumot használunk, garantáltan friss kávét fogunk kapni, hiszen ez az anyag képes megőrizni teljes mértékben a fénytől vagy az oxigéntől a kávét. Ugye a kóstolás során folyamatosan elmondott, hogy a vízfogyasztása javasolt. Miért? A vízfogyasztását én kifejezetten a kávékóstás előtt szoktam javasolni, hiszen ezzel tudjuk semlegesíteni a nyelvünket. Például, hogyha mondjuk egy fűszeres ételt ettünk, akkor nagyon jól tudjuk lezárni, és felkészítjük a nyelvünket arra, hogy a kávé keserűségét, savasságát és jellegzetes aromáit jól érezzük ki. A vizet nem csak kávé előtt, illetve után érdemes fogyasztani, hanem az sem mindegy, hogy milyen vizet használunk a kávé elkészítésekor. Milyen vizet használjunk? Tekintettel arra, hogy a kávé 99%-a víz, bizony nagy mértékben tudjuk befolyásolni a végeredményt. Általában az ásványvizeket mellőzni szoktuk, hiszen a gép élettartamát megrövidítheti a vízkőlerakódás miatt, tehát ilyen esetben inkább egy szűrvizet javasolnék, de a csapvíz is tökéletes választás lehet. Rovatunkat támogatta a Nespresso.